A mese elengedhetetlen a gyermeki lélek fejlődésében. Számtalan felmérést végeztek már azzal kapcsolatban, hogy milyen felnőtté válik az, akinek gyermekkorában meséltek, és milyenné az, akinek nem. Ezért is tartja évtizedek óta nagyon fontosnak a Petőfi Sándor Városi Könyvtár vezetősége, hogy minden évben megrendezzék a térségi mesemondó találkozót Kiskörösön, melyre idén február 15-én került sor. Az eseményre a város többi iskolájából, valamint Bócsáról és Tázláról is érkeztek, így összesen 21 diák mondott mesét. Annyiban volt kikötés, hogy népmesének kellett lennie, illetve Benedekelek mese is lehetett, mert az is tulajdonképpen népmese feldolgozás, de műmese, tehát szerzős mese nem lehetett. Hát sajnos volt egy, aki ezen csúszott meg, hogy Fésűs Éva mesét mondott gyönyörűen, de Kecskeméten is népmesét fognak kérni, tehát mindenképpen olyat kellett választanunk, aki népmesét mondott, magyar népmesét, illetve hát lehetett más népmeséje is. Először a 14 alsó tagozatos diák, majd a 7 felsős tanuló mondta el meséjét. Ezt követően pedig a 3 tagú zsűri különböző kritériumok alapján értékelte az elhangzott meséket. Nagyon fontos a meseválasztás, nagyon fontos az, hogy a gyermek és a mese összestimmeljen, tehát hogy illő legyen a gyerekhez a mese. Nagyon fontos a kiejtés, a hangsúlyozás, a hangerő, a tempó, a beszédtempó, tehát a hadarás is sajnos elég rossz, a pösszesség kizáró tényező, és akkor az is fontos, hogy tulajdonképpen ezt a mesét a gyerek úgy adja elő, hogy magának, vagy esetleg egy-két embernek, vagy az egész közönségnek, tehát hogy az a mese tényleg mesélés legyen, és ezt nagyon sok gyerek meg tudja valósítani. Első helyen végzett az alsó tagozatos kategóriában Szentgyörgyi Léna, a Bócsai Általános Iskola második osztályos mesemondója, és Mezőfi Nimród, a Kevi Petőfi Sándor Általános Iskola negyedik A osztályos tanulója. A felső tagozatosok közül pedig Lavács Hanna, a Bem József Általános Iskola 5. A-osztályos tanulója bizonyult a legjobbnak. A térségi mesemondó találkozó egy válogató verseny, ami azt jelenti, hogy az idei mezőny 3 első helyezettje Kecskeméten képviseltetheti magát a megyei mesemondó találkozón.